Sziasztok! Eljött az október vége, idén már nem megyünk többet a lakókocsival, úgyhogy itt az idő, hogy téliesítsük. A WC tartállyal, a WC kazettával kezdtem, kivettem a helyéről, teljesen kiöblítettem, és most nyitva van, szellőzik, és egy ilyen fertőtlenítőszerrel befújtam a külsejét, jobb a békesség, és most az jön, hogy a maradék vizet az öblítő tartályból, ennek a lakókocsinak külön öblítő tartálya van, le fogom ereszteni, méghozzá úgy, hogy ne kelljen kidobni, mert ebbe is van egy öblítőszer, nem olcsó, és inkább megőrizzük, és jövőre újra fogjuk tudni használni, úgyhogy hozok egy kannát, és abba fogom leereszteni. Az ilyen típusú WC tartálynak van itt egy leeresztőcsöve, ami tulajdonképpen egyben a szintjelző is, itt látszik, hogy ez most még körülbelül félig van, de egyben ezen a csövön lehet leengedni is belőle a folyadékot. Nem tudom, a kamerán mennyire látszik, egy nagyon picit rózsaszínes, egy ehhez való öblítő vegyszer van benne, ami illatosít, keni a mozgó alkatrészeit a kazettának, meg nem tudom még azon kívül mit csinál, a lényeg, hogy ez elvileg kell bele, mi használjuk is bele, viszont hát ez nem egy olcsó vegyszer, úgyhogy inkább eltesszük jövőre. Most jön az, hogy le kell ereszteni a rendszerből a vizet. Ehhez meg kell nyitni a csapokat, hogy a csapokon keresztül is kapjon levegőt a rendszer, és ezért ki tudjon menni belőle a víz. A fürdőszobában van egy csap, van a konyhában egy csap, mindegyiket középállásba hallatszik is, hogy egy kicsit szívja vissza a levegőt. Középállásba is teljesen megnyitva. És végül a víztartály, ami nálunk itt van az ülőrész kisebbik padja alatt, egy 40 literes tartály. Ebből ki kell ereszteni a vizet. Nálunk ez úgy működik, hogy itt van egy dugó, azt kihúzom. Most egy kicsit ferdén áll a lakókocsi, ezért a tartály sarkába elment a víz, majd amikor beállunk vele a helyére, akkor a maradék víz is ki fog belőle folyni. A boiler pedig itt az ágy alatt található. Ugyan nekünk mi nem szoktuk használni, mert 220 volttal működik csak, és így a 12 voltos napelemrendszerről nem tudjuk használni, de ettől függetlenül víz van benne, így azt is le kell ereszteni. Itt található, az ágy alatt. Kettő leeresztője van a rendszernek, egy a meleg, egy meg pedig a hideg oldalon, mindkettőt ki kell csavarni. És most jön az a rész, amit nem szabad kihagyni, ugyanis a csövekbe is belefagyhat télen a minuszokban a víz, úgyhogy a csövekből ki kell fújni, ki kell fújatni a maradék vizet. Ehhez én egy ilyen matracpumpát fogok használni, remélem, hogy beválik. Nézzük. Hallatszik a boilernél, hogy fújja ki a levegőt a rendszerből. Meg itt a tartálynál is hallatszik, úgyhogy hatásos a dolog.
Jó, és akkor nézzük a fürdőben is. Oké, a víztelenítés elvileg kész, most jön az, hogy elállok az autóval előle, és a moverrel szépen bemozgatom a lakókocsit a téli szállására, ugyanis van neki egy fedett garázsa. Mind a két kereke alatt van ég, kicsit lejtős a terület, úgyhogy anélkül semmiképpen nem lenne szabad levenni a vonóhogról, mert annyira azért nem erős a kézifékje, ugyan be van húzva, viszonylag jól fog, de hát fő a biztonság, mindig ki kell ékelni a lakókocsit, amikor lejtős területen áll, de érdemes akkor is, amikor nem. Én a téli tároláshoz mindig kiékelem a kerekeket, hogy ne kelljen a folyamatosan behúzva tartani a kéziféket, hiszen annak nem tesz jót. Elképzelhető, hogy a bejutó nedvességtől, párától esetleg megrozsdásodik a felülete, összerohad, utána akkor is fogni fog, amikor nem szeretnéd. Nem tesz jót a féknek, hogyha egész télen be van húzva. Ki kell ékelni a kerekeket minden irányba, hogy ne véletlenül se tudjon a lakókocsi elmozdulni. És ami nagyon fontos, a movert mindig tehermentesíteni kell. Tehát nem szabad a moverrel megfékezve tartani hosszú távon a lakókocsit, mert ez egyrészt sem a guminak nem tesz jót, aminek ugye nagy erővel neki van nyomódva. Másrészt pedig magának a mover szerkezetének sem tesz jót, ha folyamatosan feszültség alatt van. Tehát amikor a mover nincs használatban, akkor mindig el kell távolítani a kerekektől. Nem szabad azzal egész télen befékezve tartani a lakókocsit. És emellett én még egy ilyen védőhúzatot is szoktam tenni a vonófejre. Ez megvédi a portól, meg megvédi a ponyvának a surló hatásától. Hogyha van móvered, akkor legalább egy akkumulátor biztosan van a lakókocsidba. Nekünk ez az. Ezt az akkumulátort automatikusan tölti egy töltő. Látszik is, hogy most, hogy áram alá helyeztem a lakókocsit, egyből el is kezdte visszatölteni az előbbi beállással elhasznált áramot. A téli tárolás során az akkumulátorokra is oda kell figyelni. Nekünk kettő van, hiszen van még egy munka akkumulátor, mivel egy
Napelemes rendszer is van a lakókocsiba, ennek az elkészítéséről van külön videó, hogyha érdekel, akkor meg tudod nézni. A lényeg, hogy az akkumulátorokat egész télen feltöltött állapotban kell tartani, érdemes vagy egy csepptöltésre is képes, fenntartó töltésre is képes töltőre rakni őket folyamatosan, vagy mondjuk havonta egyszer egy napra rátenni egy okos töltőre, ami feltöltött állapotban tartja őket, hiszen így biztos nem fagynak el, és biztos nem mennek tönkre, nem csökken a teljesítményük. Ja, és természetesen a téli tároláshoz érdemes a stabilizáló lábakat is leereszteni, hogy stabilan álljon a lakókocsi, de ami fontos, ezekkel a lábakkal nem szabad a kerekeket tehermentesíteni, ezekkel nem szabad felemelni a lakókocsinak a teljes súlyát, ezek a lábak nem erre vannak méretezve, ezek csak arra vannak méretezve, hogy stabilan tartsák a lakókocsit, amikor esetleg belemegyek hátra, akkor ne billenjen hátra. Erre szolgálnak, ezzel nem szabad felemelni a lakókocsit, hogyha tehermentesíteni akarod a kerekeket, ez is egy jó ötlet, én nem fogom megtenni, de nem árt a gumiknak, akkor mindenképpen a vázat kell bakokkal alátámasztani. All right. Most körülbelül ennyi lenne a lakókocsi téliesítése, szóval mindenképpen mindenhonnan ereszétek ki és fújassátok ki a vizet, az akkumulátorokat rakjátok töltőre, a kereket, ha lehet, tehermentesítsétek, de mindenképpen ékeljétek ki, hogy nehogy el tudjon mozdulni. A mover ne legyen a kerékhez nyomva, és hát az sem mindegy, hogy ne hagyjatok semmit a lakókocsiba, aminek árthat a hideg. Hogyha tetszett ez a videó, és még nem vagy feliratkozva, kérlek iratkozz fel, nyomj egy lájkot, hogy mások is könnyebben megtalálhassák ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!